Közel egy évvel ezelőtt tették rendbe ezt a területet, akkor is sok ember összefogásával valósulhatott meg mindez. Nagyrészt a gerilla kertészek, de önkéntesek is szerszámokat ragadtak. Nagyon gyorsan, másfél hónap alatt elég szép eredményt elértünk, ami az idei évben is tovább folytatódott. Tehát nem jött vissza az a rengeteg szemét, ami volt. Tehát hallottam másoktól, hogy igenis figyelnek a csajdára, kutyasétáltatásnál is összeszedik a szemetet, többen lejárnak a lakótelepen, folyamatosan szedik föl a szemeteket, mi is kiszoktunk járni. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez a folytatódik. Ennek lezárása volt az a családi nap, amikor hét programmal várták a gyerekeket és szüleiket. Tulajdonképpen az érdeklődők hatására lett ennek folytatása. Szombaton délelőtt már 9 óra után megjelentek az első családok. Már 13 programmal várjuk a ide látogatókat. Ugyanúgy megmaradt a palacsinta és lángossütés. Ez az egész a gerillák égisze alatt az ő támogatásukkal történik, mert ugye egyedül nem tudtam volna ezt mind megszervezni. Nagyon sokan jöttek önként. A Kalocsavíztől kaptunk például áramot, így ábelági textilszobrász most már tud dolgozni. A trambulint tudtuk tavaly kihozni a máltai soktól. Most már megkaptuk a kis ugrálóvárat is, mert ugye ahhoz is áram kell. Illetve van egy ilyen kis újrahasznosított kis kreatív asztalkánk, ahol ragasztópisztolyjal tudunk majd dolgozni, tehát ezek nem jöhettek volna létre, hogyha a Kalocsavíztől nem kapunk áramot. Emellett volt többek között íjászkodás, lovaglás, masszázs, kalocsai minták pingálása, szépségápolási tanácsadás és minkelés, meridiántorna, ügyességi játék és népi játék, egészségügyi mérés is. Lakatos Norbert Vaklufis is elkápráztatta a kilátogatókat. Így akár a kreatívkodó, akár a mozgékony gyerek talált magának állomást. Nagyon sokan jöttek és támogattak bennünket, hogy akár teherautóval pakolni bármit, olyan dolgot. Magánemberek jönnek, segítenek nekünk, és most itt az egyik anyuka mondta például, a gyerekek belsejből vették ki a pénzt, hogy tudjanak bennünket támogatni. Úgyhogy ez én nagyon meglepett, hogy tényleg 5-6 éves gyerekek így jönnek ide ki, hogy nem is ingyen, tehát valami kis támogatással, de támogattak bennünket, hogy ez máskor is meg legyen tartva. 20 kg lisztből sütöttek ezen a napon lángost és palacsintát. Minden fogyott.